Jó évet zárt a Tisza Tavispolt Horgász Közhasznúban Profit Kft. És 2019-ben emelkedett a horgász vendégek száma is. Értékelt az esztendőt Horváth Gábor, a cég ügyvezetője. Amit ha kiemelhetek, az egyértelműen az év elején egy hatalmas élőhely rekonstrukció. Egy holtágnak a lepelkotrásáról kell beszélnem, és egy kb. 1 km hosszúságú halágy készítéséről. Körülbelül 50 ezer köbméter iszapot távolítottunk el, és tettünk olyan helyre, egy szigetre, ahonnan már nem tudott ez visszacsúszni. Ezen kívül ki kell, hogy emeljem azt, hogy a telepítési szerkezetünk megváltozott. Most már harmadik éve követjük azt, hogy egyre több egy nyaraspontot telepítünk. Nagyon jók a tapasztalataink. Ezen kívül a horgászhely fejlesztéseket kell, hogy kiemeljem. Azt, hogy készülünk arra, hogy több horgász jöjjön, és mindenki elférjen a partokon. És hát, hogyha prioritás, akkor azt is mondhatom, amit még annyira nem érezhetett a horgásztársadalom, de remélhetem a következő időszakban fogják. Szeretnénk a kultúrát, sportszerű horgászat alapjait megszilárdítani. Sokkal nagyobb kultúrával, sportszerűséggel horgászunk a következő időszakban, és ne mindenáron a mértéktelen hal birtoklás uralja el a tevékenységünket. Minden évben visszatérő problémaként jelentkezik a súlyom kérdése. Ez egy csekélyvízű víztározó, ahol sekély a víz, tápanyag rendelkezésre áll, napfény van, úgyhogy természetes, hogy ezek a növények kifejlődnek, és birtokba veszik az egész területet. Ez azt is jelenti, hogy nem lehet közlekedni, de leginkább lezárják a vizet. Ahova nem jut be a napfény, ott nincs élet. Ezek alatt nagy, hatalmas, nagy súlyom mezők alatt sincs élet. Horgász szempontból sem, halak nagyon ritkán fordulnak itt elő, nem találnak elegendő tápanyagot. Ezért ezt mi elkezdtük most már több harmadik éve kaszálni. Évente 800 hektárt teljesítünk ebből. Ráadásul egy nagyon egyszerű módszerrel, a lengőkaszával, és olyan módon, hogy sávosan kaszáljuk, tehát meghagyunk a sávokat a súlyomból, ami egy kicsit búvó terület is, haltáplékszervezetek fejlődésre is alkalmas terület, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon hatékony beavatkozás. Ha ez nem lenne, biztos, hogy lett volna az elmúlt években halpusztulás részlegesen bizonyos területeken. Az ügyvezető elmondta, a felügyeletük alá tartozó területeken változó, hogy melyik épp a kedveltebb a horgászok körében, a Tisza vagy a Kis-Tisza a leglátogatottabb. A Kis-Tisza az úgy működik, hogy a Tiszabalk és a Poroszlói medence nem vizét viszi le, de nem csak a vizét, hanem a halállománya is ott koncentrálódik. Úgy működik, mint egy halastagon egy belső halágy. Úgyhogy itt óriási a koncentráció, ennek megfelelően naponta 50-100-200 autót tapasztalhatunk a gáton. Hála Istennek mindenki szépen fogja a halat, és azt gondolom, hogy elégedetten távoznak. 2020-ban folytatni kívánják a már megkezdett programokat. A halasításban az egynyaraspont túlsúlya növekedni fog. Ez már nagyon jól érezhető most is. A halőrzés ennek megfelelően súlypont eltolódás eredményeként sokkal jobban fog figyelni arra, hogy betartásra kerüljenek a szabályok. Most már beszélhetek az új szabályokról is, hiszen megjelenik a felső mérethatár is. Természetesen folytatjuk a horgászhelyek fejlesztését. És ahogy most egyre több elkészül, ezeknek a karbantartásról sem szabad megfelejtkeznünk. És hát természetesen gondoskodnunk kell a szemétgyűjtésről is, szemétszállításról is, mindaddig, amíg a horgászok ott hagyják a szemetet, és azt szeretnénk elérni, azt az ideális állapotot, hogy ezt beszüntethessük, ezt a feladatunkat, ezt az önként vállalt és drága feladatot, akkor, amikor már a horgászok mert sokkal környezetkímélőbben fognak horgászni. De addig is azt gondolom, hogy ez a kötelességük.
A Tisza Tavispót Horgász Kft.-nél 4 évig nem emelkedtek a horgászjegyek árai, 2020-ban viszont 12%-os emeléssel kell számolniak a horgászoknak. A gyermek horgászjegyek viszont az országban egyedülálló módon továbbra is ingyenesek maradnak. Az éves jegyek 2 részletben is megvásárolhatók, mondta az ügyvezető, a területi jegyeket viszont már karácsony előtt kaphatók lesznek.